Sziasztok, Zozóka vagyok. Talán láttátok egy páran azt a videót, amit tegnap töltöttem föl. Hirtelen megakadtam, nem tudtam mit csináljak. Ugyanis az történt, hogy kijött egy update. Láthatjátok is, megjelentek a frakciók. Blokkokat lehet megosztani. Nem, stb. Stb. És akinek már ugye van pályája, nem tudott belépni bizonyos helyekre, például a pilóta fülkébe. Ennek a megoldása nagyon egyszerű. Beállítások módosítása, Advance, és ez az. Reset Ownership. Ugye itt ki is írja, hogy a blokkokat mindenki használhatja. Jó, tehát ezt pipáljátok ki. Okézzuk. És akkor el is indítom, és akkor legközelebb már a pályán találkozunk. Kivágom a töltési képernyőt. Sziasztok még egyszer. Nos, hát akkor itt vagyunk a játékban, és most már be is lehet lépni. Szuper, nagyon jó. Igen, tehát ugye amikor szerettem volna lépni a pilóta fülkébe, akkor kiírt, hogy access denied. Nem kicsit ijedtem meg, de aztán erre gondoltak a fejlesztők, tehát nem egy bug volt, erre gondoltak, és ugye azzal a opciónak a kipipálással ezt meg lehet szüntetni. Oké, fiúk, lányok, még ami fontos változás történt, például az, hogy átdolgozták a connector, collector, stb. ilyen blokkokat, és most már ez a megoldás lesz a nyerő, remélem. És azért vagyok bizonytalan, mert nem tudom, hogy ezen a hajón található-e bármi a raktérben, lehet, hogy már nem. Annó lehet, hogy ezt kiszipkáztam innen mindent. Van ká. Oké. Nostromo begyűjtő, nem, nekünk a kidobó kell, az összekötő. És bocsánat, nem is ez, hanem a felszerelés. A legnagyobb bajom az például az, hogy hiába nevezem el, hogy Nostromo nagy teherkonténer, az itt nem jelenik meg. Egyedüli támpont, ami van természetesen, az az, hogy van a fehér... Ja, de itt van most már. Akkor ezt is kijavították. Bocsánat, nagyon jó, szuper. Valószínűleg, hogy a teherkonténerben nem lesz semmi. A Nostromo égbe, hanem most már mind átment a nagyhajóba, igen. Semmi gond, semmi probléma. Ugyanis készültem erre is. Mégpedig majd átmegyünk a másik Nostromóhoz, és ide fogom hozni. Látjátok, hogy azt a régi rendszert egyelőre még meghagytam. És el fogom majd mondani, hogy miért kell még meghagyni. Habár ezen a hajón valószínűleg, hogy pont nem. Oké. Ezt is megcsináltam. Kijavítottam a hajót. Ezt a kis furka hajót kijavítottam. Egy nagyon pici változtatásokat eszközöltem rajta, és akkor láthatjátok, hogy már ezt is ebbe a rendszerben csináltam meg, ugyanis tehát ott van egy összekötő alul, illetve ide bele van építve egy másik összekötő. Nagyon jó, szuper. Meg is mutatom, hogy ez hogy működik. Aki esetleg kíváncsi rá, jól van. Nem tudom, hogy mennyire leszek fölötte. Aha, kicsit. És valószínűleg, hogy lejjebb is kell mennem. Meg még előre. Ez az. Amint egy bizonyos... Tehát, ha közelébe ér a két rendszer, akkor így összekapcsolódik automatikusan. És hát nálam a tab billentyűt, vagy akkor most P. Nem. Igazából ha tap kéne, hogy legyen a landoló talpaknak az összekapcsolása, de meg lehet ezt csinálni kézzel is. Mégpedig érzetektor összekötő. És akkor azt mondom neki, hogy lezárás.
És látjátok, zöldre váltott. Tehát ilyen egyszerű, és onnantól kezdve át tudom adni az érceket a feldolgozóknak. Tehát ez a bajom még vele, hogy... Bocsánat. Hogy... Ha összekötőt használok, vagyis bocsánat, ezek a merge blokkokat használom, akkor ugye tudom vezérelni a hajóknak a másik hajónak, tehát a fő blokkjait. De nem tudok pakolászni. És ez a legnagyobb bajom ezzel is még, hogy itt is csak a finomítókba tudok pakolászni, de majd meg fogom nektek mutatni. Oké, tehát az is már be van kötve. Hogy néz ez ki? Látjátok, hogy alul is ezeket már bekötöttem a fő-fő rendszerbe, és itt jön le valahol a kishajótól, ott látszik is, ott jön le a kishajótól a csőrendszer, és belecsatlakozik ebbe a csőrendszerbe, és megy föl szépen a felső csőrendszerhez, ami tulajdonképpen ugye itt már a finomítókkal is össze van kötve. Igen, itt jön ki. Úgy, és itt csatlakozik bele. És ugye innentől kezdve akkor mindegyiket mindenhonnan el tudom érni, tudok pakolászni. Igazság szerint ez azt... Na, látjátok? Tehát így jön. Itt jön. Itt jön a hátsó, ami megy föl, és akkor itt van a felső kis furi hajónak a dokkolójáról, ami jön föl. Oké. Tehát ez most már lassan rendszerkész, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy szépen ki van építve. De még nem tudtam teljesen tesztelni. Ugye? Hogy akkor tényleg mindenhol tudok pakolászni. Most mit tudom én, nézzük meg. Ez, ja igen, itt a Nostromo-jé is megjelenik, mivel ugye össze vagyok vele kötve. Mit tudom én, nézzünk valami, itt a finomítóba van. Ja, hogy bocsánat, van nálam cumó, akkor azt átrakom. Ebbe a finomítóba, ha minden igaz, akkor még fér. Akkor ide átrakom szépen a érceket, amelyek nálam vannak. Ez aranyért, oké, és van még kő. Hát én a kővel nem tudom, mit csinálják fiúk, lányok, mert annyi van, hogy inkább ki kéne őket dobni. Na, látjátok, tehát így most már tudok szépen bárhova pakolni, bármelyik finomítóba. De ugye szeretném azt is megnézni, hogy mit tudom én ebből a finomítóból mondjuk... Át tudom ide húzni a cuccok? Át tudom húzni. Tehát, mivel mindennel össze van kötve, ezért természetesen így tudok pakolászni. De sajnos az érceket csak a finomítókba tudom kirakni. Tehát nem tudom azt megcsinálni, legalábbis eddig, lehet, hogy az update-tel ezt is már időközben kijavították, hogy szépen mondjuk ebbe a tárolási ládába rakom át. Ez sajnos még eddig nem lehetett megcsinálni. Oké, tehát így néz ki ez egy kis hajócska. Megtartottam egyelőre ennél az oldalán ezt a régi rendszert. Ugye, amit úgy kell elképzelni, hogy itt van egy konnektor egység. És ugye a hajón pedig ott van egy kidobó egység. Ugye magyarul mondom ezeket most. Most az új rendszerrel ugye megjelentek az, hogy két kidobó egységet így össze lehet kapcsolni. Láthatjátok, hogy ott meg is van. Oké. Menjünk az aszteroidához, amely, bocsánat, hol van? Érdekes, hogy ezek megjelentek, hogy zöld. Igen. Tehát én... Személy szerint engem annyira nem érint, hogy most megjelentek ezek a frakciók, mert ugye én offline játszom, de hát biztos, hogy ezek sokatok örül. Legfőképpen ugye majd a pingvin harcos. De viszont van egy nagy probléma a játékban, ugyanis tehát, hogyha nagy objektumot építesz, és ugye, tehát most ő tulajdonképpen ugye a várjátékkal kapcsolatban fogjátok nyaggatni, illetve hogy ő is abban gondolkodik, hogy egy várjátékhoz hasonló pályát és harcrendszert fog itt is megépíteni. Igen, nem, de viszont
tehát bizonyos nagy objektumok közelében akad a játék. Tehát ez ki, ez jó lenne, ha kijavítanák a készítők. Oké. Itt is nekiálltam az aszteroidát ugye építgetni, hogy úgy mondjam. Hát a legnagyobb gond az, hogy természetesen nem nyíl egyenesen furta a kis hajó, tehát minimális pár méter úgymond eltérés van a bemeneti, illetve a kimeneti nyílás között, és ezért elég ügyesen le lehetett rakni a blokkot. Ugye ez nem űrállomásként lett lerakva, hanem azt mondom neki, hogy új nagy hajó, és akkor láthatjátok, hogy akkor ezt tudom forgatni. Ugye ezt lehet úgy forgatni, ahogy akarom. És hogyha ugye ezt szépen beforgattam, és ahhoz néztem azt, hogy nagyjából ugye merőleges, illetve tehát hogy mind horizontálisan, mind vertikálisan nagyjából illeszkedjen az aszteroidának a falához. És hát nagyjából akkor ezt sikerült is belőni, de tehát természetesen nagyon jól le tudtam rakni, csak mondom, maga az aszteroida nem lett teljesen egyenesen átfúrva, tehát valamelyest ugye elmozgott a hajó. A legnagyobb gondom az, hogy az ötlet még nem pattant ki teljesen a fejecskémből, itt bent a kis koponyámban pattog össze-vissza még az ötlet, és csak a betonbiztos elképzelést tudtam megvalósítani itt ennél az aszteroidánál. A betonbiztos elképzelésem az az, hogy kétszintes lesz, tehát lesz itt egy alul egy külön szint, illetve ugye lesz itt ez a felső szint. Az alsó szint az nem tudom mi lesz, majd lehet, hogy ott lesznek különféle gépek, raktár, bármi más. És maga a lakótér, még azt sem tudom, hogy minek építsem meg, tehát hogy egy lakótérnek, egy kutatóállomásnak, nem tudom. Tehát még azt sem pattant ki a fejemből sajnos. De az a lényeg, hogy itt lesz fönt a szebb kialakítású terület. És kérdezhetitek, hogy miért építettem ezeket az oszlopokat? Nos, az én elképzelésem az az, hogy nem fogom teljes mértékben kihasználni az aszteroida falát. Tehát nem fogok sréhen építkezni, hanem úgy fogom megcsinálni, hogy ezek ugye rendes blokkok lesznek, és itt pedig üvegfal lesz. Olyan meggondolásból, hogy szépen rá akarok látni az aszteroidának a belső falára, és szeretnék elhelyezni bizonyos színű reflektorokat. Nem tudom, hogy tudjátok-e, tehát a reflektoroknak a színét ugye már lehet változtatni, sőt, az intenzitását, nagyon sok mindent lehet már ott is beállítani egy reflektornál. És akkor szeretném akkor úgy megcsinálni, hogy rálátok az aszteroidának a belső falára, és akkor különféle színekben fog ez itt nekem pompázni. Ez a terv, aztán nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd ízléses. Illetve hát majd szépen... Na most melyik? Az a felső rész ugye a nagyobb rész. Igen, hát ezért mondtam azt, hogyha onnan nézem, akkor teljesen zavaró az, hogy melyik rész milyen nagy, meg milyen keskeny. Na. Tehát, hogy természetesen ezt is majd szépen körbe fogom így építeni, hogy ne lehessen látni azt, hogy ugye itt be lehet menni az oldalám, hanem egy szépen majd megcsinálom körbe, hogy egy kicsit nagyobb legyen ugye a kapu. Mondhatni, egy kicsit bele építem a külső blokkokat az aszteroidába. Oké. De hát ez még, mondjuk ez se volt azért semmi így fölépíteni, tehát elég úgymond nyögvenyelősen haladt, mert nagyon sok helyen kellett alkalmaznom a kézi fúrót, pláne amikor ugye ezeket a blokkokat leraktam. Mert azért természetesen szerettem volna ezeket a blokkokat a lehető legszélesebben beépíteni az aszteroida belsejébe. És hát ott is. Tehát ezekkel itt volt meló rendesen, és ez itt majd alul meg majd várat magára. Oké. Itt van ez a nagy furi. Ezt készítettem elő arra, itt is még meghagytam az egyik oldalán
merge blokkokat. És akkor ugye ezen az oldalán pedig itt van már. Ja nem, miről beszélek? Buta vagyok. Nem. Mi is kell nekem most? A másik Nostromo. Bocsánat. A másik Nostromo kell. Ha minden igaz, ott már átvittem a érceket ebbe a Nostromóba. De mindjárt meg is nézem. Hol van a Nostromo? Ott van. Igen. Tehát sajnos nem működik az a módszer. Itt láthatjátok azt, hogy itt két konnektor egység van összekapcsolva. És nem igazán működik az a módszer, hogy ugye két konnektor... Konnektor? Kidobó egységet, bocsánat, összekapcsolok. És láthatjátok, még itt van a teherkonténer. Tehát... ugye össze van kapcsolva a két rendszer. Láthatjátok, hogy zölden ég. Oké. Ez az. K. Felszerelés. Úgy. Ugye a narancssárga, fogjuk rá, ugye narancssárga, ő a furóegység, és a fehér mindig az, amiben vagyok. Itt is van. Na de azért láthatjátok, hogy van a Nostromóba érc, ugyanis sikerült szépen átszipkázni. Oké, csak nem úgy, ahogy én gondolok, tehát hol is van? Itt van. Ugye van a Nostromónak a nagy teherkonténere, és van ugye a furinak, a nagy furónak a teherkonténere. Látjátok? Nem tudom átpakolni. Idegesítő. Nem tudom átpakolni sajnos. Ez a legnagyobb gondom vele. Oké, Nostromo összekötő. Off. Nem, még nem tudok belőle kijönni. Akkor valószínűleg, hogy a nagy furit is offra kell rakni. Nem. Na jó, most már ne szórakozzon velem. Miért nem tudom ezt kikapcsolni, megszüntetni? Na jó, sejtem, bocsánat, én voltam a béna. Tehát, hogy feloldás. Nem kikapcsoljuk. Úgy. Na, és így már jó lesz. Mint ahogy látjátok is. Megnézem azt, hogy nincs-e mögöttem egy másik hajó, de nincs. Oké. És megyünk a mindenes, nem? Ott, itt, ez az. Oké. Tehát megyünk szépen a nagy hajómhoz. Húha, remélem nem fog beleütközni semmibe. Nem szeretnék most crashelni, karambolozni bármivel is. Mert az ugye plusz idő lenne, és ahogy nézem, hogy tényleg már csak annyira lesz idő, hogy ezt nagyjából megmutassam nektek, hogy na, fék, oké, jól van, oké. Az viszont még nagyon érdekes lesz, hogy jöttek be más hajók? Aha. Bejött egy Mining Color. Csak így most nem fogjuk látni. Hol van? Ott van. És zölden van. Tehát, amire én gondolok, az az, hogy... hogy az én frakciómba tartozik most a hajó. Ezt még nem volt időnk... Na, fiúk, lányok. Gyorsan nekiállok ennek. És akkor remélem, hogy lesz egy olyan hajó, amit majd meg tudok nézni, hogy egy ilyen idegen hajót, hogy ilyenkor ugyanúgy fognak rám tüzelni a gépágyúi, vagy pedig nem. Jó, gyorsan megpróbálok oda manőverezni, jó? Szerintem még lesz arra idő, még 21 percnél járunk, ez a manőver ez nem fog olyan nagyon sok időt elvenni, és akkor ezt ki fogom próbálni. Mert most ugye, hogy ugye minden hajót ugye reszetáltam a pályán, és kellett is sajnos, tehát ugye
ezt sajnos ezt meg kellett csinálni. Azért megyek most külső nézetből, ugyanis abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy hogy elfér egymás mellett a két hajó. Tudjátok, egy kicsit arrébb építettem azt a két konnektor egységet, de lehet, hogy majd még javítani kell rajta. Ugyanis ahogy látom, hogy éppen hogy csak elfér egymás mellett a két hajó. Bizony, éppen hogy elfér egymás mellett a két hajó, valamelyiket még legalább egy vagy kettő blokkal inkább arra kell vinni, arrébb kell vinni, bocsánat. Valamelyiket, bizony. Ugyanis nem akarom kicentizni a két hajó közötti távolságot. Ugye? Tehát nézzétek meg, hogy necces, és ugye, hogyha manőverezzük a oldalsó fúvókákkal, akkor akár még meg is sértheti. Sőt, jó, oké. Jaj, ne. Sok. Jó, itt már átkapcsolok inkább belső nézetbe. Oké. Aha, össze van párosítva. Erre jobb szót nem tudtam kitalálni. Oké, Nostromo összekötő. Lezárás. Meg is van. Láthatjátok, hogy zölden ég. Oké. És akkor innentől kezdve, ha minden igaz, akkor ugye kell keresni, mondjuk ott van egy nagy reaktor, nem reaktor kell nekem, bocsánat, hanem mit tudom én. Ebbe a finomítóba szintén van hely. Megkeresem ennek a Nostromónak a... Most két Nostromó is van rajta, basszus, azt is figyelnem kell. Itt van. És ha minden igaz... Nem. Nem. Hát ezt most nem értem. Pillanat, lehet, hogy itt még valamit... Valamit itt még alakítani kell. Melyik... Ez most melyik Nostromo? Oké. Felszerelés. Bocsánat, de... Ezt még én se ismerem annyira. Nem. Hol vannak? Itt vannak lent valahol. Akkor se tudok átdobni a finomítóba. De miért nem? Ezt most nem vágom amúgy, hogy ez hogy működik. Lecsatlakoztatom a másik Nostromót. Lecsatlakoztatom a másik Nostromót. Oké. Az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik Nostromó melyik. Valószínűleg, hogy ez lesz az. És akkor feloldás. Nem. Oké. Akkor. Nostromó összekötő. Feloldás. Oké. Eltávolodom tőle. Oké, megvan. Vissza. Tehát nem igazán volt időm kipróbálni ezeket a... hogy működnek ezek a rendszerek teljes mértékben. Oké. És akkor kell nekem egy Nostromo összekötő, ahol azt mondom neki, hogy lezárás. Meg is van. Oké, és akkor most már csak ő van itt, az tuti biszti 100%. Ugye van egy összeszerelőm, amiben tudnék pakolni dolgokat, de nekem inkább finomító kellene. Mondjuk ez a finomító tökéletes is. Itt van egy a Nostromo összekötő. Az összekötőből tudok rakni.
Ja, bocsánat, igen. Hát, hogy én tudom, hogy a összekötőből tudok rakni, de a teherkonténerekből nem tudok, tehát ott a... Itt van. Látjátok? Tehát teherkonténerből nem tudok átnyomni. Dühítő. Tehát nem tudom, hogy ez hogy akar most működni. Az összekötőből tudok rakni. Rakjuk át. De azt is csak a finomítóba szerintem. Pillanat, mindjárt keresek itt egy... egy teherkonténert, mondjuk az tökéletes. Nem. Lehet, hogy mondjuk nem tökéletes, mert a kis teherkonténeren nem biztos, hogy... Itt van például egy nagy teherkonténerre, fér is bele. De! Abba tudok, de csak az összekötőből tudok rakni. Az én teherkonténeremből, tehát ebből például nem. Pedig össze van kötve. Ezt nem tudom még, hogy akar ez működni. Vezérlőpult. Mindjárt megnézem, hogy Nostromo összekötő. Hát, semmi. Ja, itt is van, hogy kihasználja. De jó. Oké. Be tudom állítani azt, hogy én vagy senki. Oké, mindegy. Na jó van, fiúk. Ami még, amit, ezt majd még kitapasztalom, hogy ez pontosan hogy működik, illetve lehet, hogy utána is olvasok. Amit viszont meg akarok nézni az az, melyik hajóval, itt van a közelben valami hajóm nekem, ott van, az angyalka. Azzal gyorsan megnézem. Remélem van bármilyen idegen hajó most a környékem. Oké. Láttok bármilyen mozgás, srácok? Az a baj, hogy én nem. Ott mintha lenne valami mozgás. Nagy furi mindenes. Oké. Ezt mindenféleképpen ki akarom próbálni ebben a videóban, és akkor itt vágás lesz. Nos, akkor jelentkezem, itt vagyok, sziasztok. Hát jó pár percet várni kell, és próbálkoztam ugyanúgy, hogy most miért nem akar ez rendesen működni. Természetesen úgy működik, hogyha egy konnektor és egy kidobó egységet használok. Csak ugye úgy lassú. Tudjátok, amit én mutattam is az előző videóban. Úgy működik. De akkor is nem tudok pakolgatni a hajón belül. Hogyha így összekötök bármilyen két rendszert. Tehát ez most nem értem, ez még vagy nincs teljesen kidolgozva, vagy én tehát nem tudom, mi lehet a hiba. Mindegy. Tehát passz. Jaj, bocsánat. Mentek egyet. Igen. Ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy ugye, hogy mivel az a mining transport az zöld, ezért nem fog rám tüzelni, természetesen. Ugye nincs a hajón csali, semmi nincs az ég egy világon, csak ez egy csak egy próba, hogy megnézzem azt, hogy mivel hogy most a frakciók megjelentek, így például, mivel ugye zölden jelzi, tehát hogy az én frakciómhoz tartozik a hajó, ugye az én logikám szerint, azonos szín, ugye színnel vagyunk, de egy csapatban vagyunk, egy csapatban játszunk, így az én elgondolásom szerint nem tüzelhet rám a hajócska. Csak esetleg akkor, hogyha lennének csalik a hajón. És nem sokára mindenki is fog derülni, mert lassan lőtávolba fog kérni. Oké, elkezdek lassan... tüzel rám! Juhéj, szevasz! Tehát tüzel rám. Viszont érdekes, hogy... Ja, bocsánat, igen, ez nem egy katonai hajó, ez egy mining transport, tehát egy civil. És látjátok, hogy például most nagyon sokat bírja a hajóm. Most nagyon sokat bírja.
Persze előbb-utóbb szét fog lőni. De hogyha egy kicsit ügyesebb lettem volna, akkor már az elsőre el tudtam volna kapni. És ugye ahogy lelassítom őt... Na, gyorsan. Nem, pont kilőtt a szemét. Oké, semmi probléma, itt vagyok. Most már te az enyém vagy, azt tudod? Mert megkeresem a bejáratot, ami meg is van. És te az enyém leszel, te kis szemét. Igen, az enyém leszel, te mocskos. Húha, hát azt nem tudom, hogy van-e rajta. Ez az. Hoppá, hello. Ugye nem mehetek gyorsan, mert félő, hogy rám fog tüzelni ez a kis szemét. Ez az. Megkeresem a pilótafülkét, de jó lenne, ha bemennék. Na, ez az. És leállítom szépen a hajót. Oké. Csillapítok bekapcsolva. Jó, hát akkor egy kicsit sérült a hajó, amivel elfogtam. De no problémo, ki tudom javítani, és van egy hajócskám. Amelyet természetesen, ha már ugye így alakult az elkapása, akkor az enyém is lesz. Magamévá tettem ezt a hajócskát. Lecsökkent a sebesség. Oké, és akkor már csak egy dolgom van, hogy a tureteket off-ra rakom. Sőt, bocsánat, hát egyből leállítom a hajtóműveket. Úgyis vontatni fogom a hajót. Kis reaktor. Na, tehát ezt is akkor most egy gyors kísérlet gyanánt kiderítettem, hogy bizony az, hogy azonos színkóddal rendelkezünk, ezek a hajók bizony még tüzelnek rám. Összekötő reflektor. Kis reaktorok vannak csak rajta, még átnézem azért. Hogy látok egy nagy reaktort. De nem, oké. No, fiúk, lányok, akkor szerintem itt van a videó vége. Összegezném. Nagyon örülök, hogy megjelentek a... Hello, torony. Nagyon örülök, hogy megjelentek a frakciók a játékban. Biztos sokatoknak hasznos, én offline játszom, és ezért engem idegen hagy. Nagyon sok minden furcsaság van még a játékban, elindulok arra felé, kis hajócskám felé. Nagyon sok furcsaság van még a játékban, tehát hogy nem tudom, hogy miért nem lehet egyszerűen megcsinálni azt, hogy vannak ugye a kidobók, a konnektorok, off-on, kidobás, begyűjtés, ezek mind működnek. És mégsem tudom elérni a hajónak a teljes rendszerét, nem tudok pakolgatni. És ugye, mint mondottam volt, hogy az működik természetesen, hogy a konnektor és a kidobót használom szépen együtt, csak az lassú. Az nagyon lassan tudom átadni az érceket ugye az egyik hajónak. Nincs nálam beltéri lemez. Lehet, hogy ezt a pilótafülkét nem tudom megjavítani, no problémo, mert ugye anno előrelátó voltam, és van egy pilótafülke belül is, de lehet, hogy őt is meg tudom javítani. Vagyis hát biztos, hogy meg tudom javítani, ha van nálam alkatrész. Minden. Ha ez építőelem is kell majd, hát akkor lehet, hogy nem fogom tudni megjavítani. Oké, minden esetre van ott bent egy pilótafülke. De érdekes, hogy sikerült elkapni. Negyszeresen, igaz? Tehát nem 5-ből 5-ször, de mindenféleképpen sikerült elkapni ezt a hajót. Ez ilyen vaktyú kis talánszeget alapon sikerült. Nem, bocsánat, így. Nos, ja nem, bocsánat, arra kell menni. Oké. Tehát szépen ővele fogom hazavontatni. És akkor van egy szétbontató hajó. De... Vagy ez, vagy a bányászat. Tehát a bányászattal, hogy ugye csinálok egy olyan nagy fúrót, és azzal tényleg ipari mennyiséget lehet kifúrni.
pláne, hogyha találok egy olyan asztalügyet, ami mondjuk átfúrom magamat, és... ez most AP-re van rakva? Nem. Oké, hanem az tabra. Hogy átfúrom magam, és akkor van ott platinától kezdve urán, amúgy nagyon sok uránom is van már azóta. Tehát, hogy tehát vagy ez, vagy az, és értelmét veszti akkor, hogy most basszus, nem el, zotya. Na, fiúk, lányok, itt lesz a vége a játéknak, ezt elmentem. Oké. Kilépés a főmenübe. Tehát ezt elmentem, mert itt olyan nagy gondok nem történtek, hogy most megsemmisült volna az a hajó, és hát azt azért sajnáltam volna, ha már egyszer ugye fölépítettem, átépítettem és foglalkoztam vele, hogy szanaszét lőtte volna valami vadállat katonai hajó, de így én azt mondom, hogy anyagárban nyereségesen megúsztam ezt a manővert. Tehát, hogy vannak problémák a játékkal kapcsolatban, és most én nem szídok senkit, mert lehet, hogy én vagyok a béna, és valamit nem veszek észre, hogy ennek hogy kellene helyesen működnie, ahogy legalábbis én elgondolom, de egyszerűen nem tudok. Tehát hiába kapcsolok, hiába próbálkozok bármivel, egyszerűen nem, ez nem úgy működik, ahogy én elképzelem, és szeretném, hogy működjön a játékban. Jövő hétre, hát vagy ugyanúgy szombatra lesz egy Space Engineers rész, vagy akkor lehet, hogy a jövő hét kimarad. Nem tudom ugyanis, hogy mennyi időm lesz játszani a játékkal. Most megint jönnek a melegek, és ilyenkor nagyon nincs kedvem játszani, de ha van is valamilyen játékkal kedvem játszani, akkor az inkább a Space Engineers ilyen esetben is. Tehát, ha nem lesz videó jövő héten, akkor sorry, ha lesz videó, akkor azt meg úgyis észre fogjátok venni. Nézem, kíváncsi leszek majd a Pingvin harcos videóira is. Láttam őt is, hogy most az előző videóban ő is próbálkozott ezzel a átadó, összekötő, kidobó rendszerrel, és ott se igazából jutott zöld ágra, tehát kíváncsi vagyok, hogy majd ő majd mire jut itt a játékban. Na jó van, fiúk, ennyi lett volna akkor ez a rész. Szerintem ez nem sikerült olyan túl jól, mert habár ott az a banyahajón, tehát a üzemhajón, ott azért én azt mondom, hogy már azokat az átalakításokat már elvégeztem, hogy az egy kész rendszeré összeálljon, tehát hogy mindennel össze van kötve. Még egy nagyon picit foglalkozom vele, például széjjebb viszem majd azt a két rendszert, ugye, ahol a hajókat ugye rá tudom kapcsolni a rendszerre, hogy jobban ugye elférjenek egymás mellett a Nostromóék. És akkor szerintem onnan már csak a színezés lesz, azt is szeretném megcsinálni mindenféleképpen, és az asztalügy a bázis építés. No, fiúk, lányok, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!